Ahhoz képest, hogy Párkányban szintén pocsék időtombolt március 15-én az elnökválasztás első fordulójában, elég sok választó adta le voksát az egyes jelöltekre. A 10 választói körzetből stábunk 4 választói körzetben győződött meg a helyszínen is arról, hogy elég sokan szavaztak az államfőválasztás első fordulójában. Az általunk felkeresett körzetekben szombaton este 6 óra körül körülbelül 25-30%-os volt a részvétel, fiatalok, családok és idősek egyaránt voksoltak. Az eredmények Párkányban a következőképpen alakultak. A választásra jogosult 8885 lakos közül összesen 3228-an szavaztak az összes jelöltre. Bárdos Gyula végzett az első helyen 1440 érvényes szavazattal, ez Párkányban 44,60%-os támogatottságot jelent. A második helyen 774 szavazattal Andrej Kiska végzett 23,97%-kal, Robert Fico csak a harmadik lett 363 szavazattal, ami 11,24%-os támogatottságot jelent. A fiatal választókat megszólító Radoslav Procházka viszont Párkányban 255 érvényes szavazatot kapott, ez 7,89%-ot jelentett a városban. Milan Knyáskóra egy kicsit többen voksoltak a Dunaparti városban, ő 263 szavazattal 8,14%-os támogatást ért el. Nem csak a jelöltek számára zárult meglepően a köztársasági elnök választás második fordulója. Arra ugyan már az első kör után is számítani lehetett, hogy Andrej Kiska államfő lehet, de arra, hogy majdnem 20%-kal előzi meg a biztos befutóként indult miniszterelnököt, senki sem számított, miként arra sem, hogy ilyen magas lesz a második forduló részvételi aránya. A részvételi arány Párkányban is magasabb volt, és Párkányban is Andrej Kiska győzött jókora fölénnyel. A 4091 érvényes szavazatból Robert Fico 611-et kapott, ez csak 14,93%, Andrej Kiskára viszont 3480 Párkányi lakos szavazott, ez 85,06%-ot jelent. Andrej Kiska a Párkányi régióban és az érsekújvári járásban is megelőzte Robert Ficót. Kisújfalun például a 407 érvényes szavazatból Robert Fico mindössze 9 voksot kapott, Andrej Kiska viszont 398-at, tehát a szavazatok 97,78%-át. Szlovákia új köztársasági elnöke június 15-től tehát Andrej Kiska lesz.